Sziasztok! Ez a videó Szent István királyról, az első magyar uralkodóról István és Koppány ellentéde. Amikor Géza fejledenem meghalt 997-ben, az Árpádok törzse csak a Dunán birtokolta, az ország többi részén más törzsek irányítottak. Az Árpádok birtokai sem voltak egységesek, hiszen míg Északon Géza és a később István birtokai voltak, addig a déli részen Koppány irányította területeit Somogyvár városából. Géza halála után Koppány benyújtotta trónigényét, hiába jelölte ki az elhunyt fejedelem, fiát Istvánt utódjául. Koppány az házra eddig érvényes szokásjogot, a szeniorátus elvét követte. A szeniorátus azt jelentette, hogy a legidősebb és a legrátermettebb férfi családtag követi a meghalt fejedelmet. Az ősmagyaroknál szokás volt az is, hogy az új vezető feleségül kéri a meghalt fejedelemnek az özvegyét. Ezt levirátusnak nevezzük. Ez meg is valósult, viszont sarolt, nemet mondott koppánynak. István egy másik nyugat-európai szokásjogra, az úgynevezett primogenitúrára alapozva szerette volna megszerezni a trónt. A primogenitúra az első az elve, tehát az örökli a trónt, aki a legidősebb fia az elhunyt uralkodónak. Az összecsapás elkerülhetetlen volt. Koppányt Somogy megyében élő hívei, illetve a pogányok támogatták. Ha bár koppány meg volt keresztelve, de nem tartotta ezt olyan fontosnak, így népének engedélyezte volna a pogányságot. Istvánnak értelemszerűen a pogány Magyarországon még kevesebb híve volt. Viszont felesége révén jelentős német támogatást kapott. Így a Veszprém melletti döntő összecsapásban legyőzte koppányt. István ezután is nagyon sokszor támaszkodott a németekre, hiszen pénzében, törvényeiben és okleveleiben is német mintát követett. Ráadásul két fiú gyermekét a két aktuális német-római császáról nevezte el. Elsőszülött fiát, harmadik Otto, német-római császáról, míg második fiát, Sógoráról, negyedik Henrik császáról nevezte el. Az, hogy a Henrikus szóból az évek során az azaz Imre, keletkezett, csupán a véletlen elírások műve. Tehát Szent Imre Herceg nagy valószínűség szerint Henrik néven látta meg a napvilágot. Csak negyedik Henrik halála után romlott meg kissé a magyar-német viszony, amikor az új német-római császár második Konrád megtámadta a szomszédos népeket, így köztük Magyarországot is. Ezt a támadást 1030-ban Magyarország visszaveri és a békére kényszeríti majd Konrádot. Na de térjünk vissza a legyőzött koppányhoz. István azokat, akik segítették, bőkezűen megjutalmazta, és birtokokat adott nekik. Viszont akik koppányt támogatták, azokat könyörtelenül megtorolta. Somogy megyét megbüntette, koppányt pedig felnégyelte, és három részét területe három legjelentősebb városába, Győrbe, Veszprémbe és esztergomba küldte. A negyedik maradványát Erdélybe küldte a nagybátyához, Gyulához, ezzel jelezte neki, hogy jobb lesz, ha azt csinálja Erdélyben, amit István mond, különben rá is nagy büntetés vár. Hatalmának elismertetése Ezután Istvánnak Magyarország feletti hatalmát kellett elfogadtatnia az európai uralkodókkal. A németek már rég is István támogatták. Harmadik Ottó, német-római császár ennek jegyében küldött Istvánnak egy láncsát. Ez lesz az úgynevezett királyi láncsa. Csak hogy a láncsa a németeknél az aláfölé rendelési viszonyt jelképezi a hűbéri rendszerben. Tehát ennek jegyében Magyarország harmadik Ottó császár hűbéri területe lett volna, ahol István gyakorolja a hatalmat. Ezért szeretett volna István koronát kapni a pápától, mert a korona által Isten kegyelméből eredeztetheti majd uralmát Magyarország fölött, és a német-római császársággal ugyanolyan szinten helyezkedne el a két állam. A pápától, második szilvesztertől István meg is kapta a koronát, amelyel ezer karácsonyán vagy 1001. január 1-én királyá koronázták. Koronázni általában az új év első napján szokás, de nem tudjuk, hogy István korában azt karácsonykor jelölték ki az új év első napját, vagy január 1-én a naptári év alapján jelölték ki az új év első napját. Ezért bizonytalan, hogy mikor került a fejére a korona. A nagyobb törzsi vezető leverése István uralkodása elején az ország még nem tartozott az Árpádok uralma alá. A különböző törzsek vezetői eltérő erősségű területeket építettek ki. Nézzük meg ezeket a területeket. Erdélyben ekkoriban a Gyula törzs uralkodott. Szinte semmilyen formában nem tartoztak a fejedelmi hatalom alá. Vezetőjük Sarolt testvére volt, tehát István király anyai nagybátyja irányította ezt a területet. Gyulát bizánci rítusú keresztények megkeresztelték, és görög térítő papokat hívott Erdébe. Saját püspökséget is alapított Erdély területén, azonban a területén élőknek megengedte a pogányságot is. Így Gyula udvara keresztény volt, viszont a népe az továbbra is pogány maradt. Ráadásul István törvényeit sem vezette be az alá tartozó területeken, így István 1003-ban megtámadta nagybátyját és legyőzte. Mivel István szerette volna, ha Magyarországon egy egységes nyugati mintájú kereszténység honosodik meg, ezért a görög alapítású püspökséget megszüntette, és a görög püspököknek távozniuk kellett Erdélyből. Érdekesség, hogy István egyetlen magyar szentként nem csak a nyugati, hanem a keleti keresztények, az ortodoxok is szentként tisztelik. Ez amiatt van, mert automatikusan elfogadtak minden egyes szentet, akik az 1054-es egyház szakadás előtt éltek. Pedig, ha valaki tett azért, hogy Magyarországon ne a kereti rítusú egyház, hanem a nyugati honosodjon meg, az pont Szent István volt. Erdély déli részét egy másik törzsi vezető Keán irányította. Keán valószínűleg az egyik törzs utóda lehetett, akik a honfoglalás előtt csatlakoztak a magyarokhoz. Ő saját szövetségi rendszert épített ki a vele szomszédos bolgár állammal. Történetírásokban írásokban Fekete Magyarország néven már-már önálló országként hivatkoznak rájuk. István 2009-re sikeresen legyőzi ezt a területet is, és beintegrálja az országba. Egy másik kavar törzs élt a mai Nógrád megye környékén. Ennek vezetője Abba Sámuel volt. István őt nem legyőzte, hanem hozzáadta hugát, így szövetséget kötött vele, és a formálódó új vármegye élére nevezte ki Ispánnak. Az egyik legnagyobb befolyású törzsi vezető, Ajtony, a Maros folyó mentén élt. Területek központja Marosvár volt, ahol saját udvartartást épített ki. Ő volt az egyik leggazdagabb törzsi vezető, nagyon sok általata volt a jó termőterületű földjeim, és ebből nagyon nagy vagyon tudott felhalmozni. Egyáltalán nem tisztelte Istvánt, és sokszor megvámolta annak sószállítmányait is a Maros folyón. Ő is a görögöktől hívott papokat a területére. Maga is megkeresztelkedett, de nem volt ez neki túlságosan fontos, hiszen továbbra is hét feleséget tartott. Marosvárat pedig monostort épített a görög szerzeteseknek. István őt csak 1028-ban tudta leverni. Egy csanád nevű vezért küldött oda, aki legyőzte ajtonyt. István át is nevezte egyből Marosvárat, ez lett a mai csanád városa. Ebből a területből lesz a Csanádi Egyházmegye is, amelynek élére az olasz Gellért püspököt nevezi ki Szent István. Vármegyék, várispánságok, püspökségek István korában alakult ki Magyarország közigazgatási megosztása. Elsőként a várispánságokról kell beszélni. Ezek a területek a király saját birtokai voltak az élükre kinevezett ispár irányította őket. Az itt élőket várnépnek nevezzük. Feladatuk békeidőben a földművelés, háborúban pedig a katonáskodás volt. Ezek a várispárságok tehát a király birtokait jelentik. A vármegye rendszert azért hozta létre István király, mert voltak olyan birtokok, amelyek nem tartoztak a királyi birtokok körébe tehát a várispánságba. Ezek a különböző földesuraknak vagy az egyháznak adományozott birtokok voltak. Ezért István létrehozott egy olyan közigazgatási szervezetet, a Vármegyét, amelyekben az összes birtok benne volt. Legyen az királyi, földesúri vagy egyházi. Ezen rendszer élére is az ispánt nevezte ki így az ellenőrzése alá tudta vonni az egész vármegyét. Így érte el István, hogy a különböző területeken ne alakuljon ki egy tőle független hatalom. Látható, hogy István vármegyéi jóval nagyobbak voltak, mint a későbbi vármegyék, és sokan elértek az ország határra is. Egy másik közigazgatási szervezetet is létrehozott Szent István az országban. Ezt püspökségeknek nevezzük. A püspökségek az egyházi hatalom számára kijelölt helyek, amelyek határai nem estek egybe a vármegyékével. Vezetőjük a püspök volt. A hagyomány tíz püspökséget tulajdonít Istvánnak, de nagy valószínűség szerint ennyit nem alapíthatott. Az első püspökség a Veszprémi volt. Ezt még Géza fejedelem alapította Veszprém volt a királynők városa, így itt voltak Gizella birtokai is. István mégsem ezt a várost nevezte ki érsekségé, hanem Esztergomot, ahol István birtokai voltak, és ebben a városban látta meg Szent István király is a napvilágot. Azzal, hogy Magyarországon érsekséget hozott létre István, elérte, hogy egyház jogilag is egy független területről beszélhessünk. Magyarország esetében, amely így már nem tartozott a manci érsekség alá, hanem az esztergomi érsek irányíthatja majd ezt a területet. Biztosan István alatt alapult a győri, a pécsi és a kalosai püspökség is. Az erdélyi püspökség Gyula egykori területén jött létre, a korábbi görög püspököt elüldözve. Az egri püspökség abba a sámú elegykori területeit takarja, míg a csanádi püspökség ajtony állama helyén jött létre, élén az olasz gellért püspökkel. István tehát elérte, hogy Magyarország minden értelmében egy független, központosított állammá váljon. Törvényei István törvényeit két csoportra tudjuk bontani. Az egyik uralkodása elején, a másik pedig a vége felé keletkezett. Törvényeiben német mintát figyelhetünk meg. A legfontosabb, hogy törvényeiben kötelezi az embereket a kereszténység befogadására. Ő fogalmazza meg először Magyarországon az egyházi adó a tizednek a fizetését, amely azt jelenti, hogy az embernek a terménye tized részét az egyháznak kell adnia. Előírta még azt is, hogy minden tizedik falu építsen egy templomot, és hogy kötelező legyen az embereknek szentmisére járniuk, csupán csak a tűz őrzője maradhatott otthon. Mivel a korabeli törvényeket azért kellett meghozniuk az uralkodóknak, mert az emberek az ellenkezőjét csinálták a törvénybe foglalt dolgoknak, ezért arra lehet következtetni, hogy István korában a pogány magyarok nehezen tértek át a kereszténységre, és nehezen fogadták be az új vallást és az ahhoz tartozó kötelezettségeket. Trónutódlás Istvánnak két fia volt, Ottó és Imre. Ottó fiatal korában meghalt, Imre azonban megélte a felnőtt kort. István egyértelműen őt szánta utódjaként, még intelmeket is írt neki, amelyben elmondja, hogy egy bölcs király hogyan uralkodik az országban, és megszabja neki, hogy milyen politikát folytasson majd amikor hatalomra kerül. Csak hogy Imre 1031-ben egy vatkan baleset során életét vesztette, így István utód nélkül maradt. Unoka testvérét vazult nem tartotta alkalmasnak az uralkodásra, ezért lány testvére egyik gyermekét, a velencei Dózse fiát, Orseuló Pétert vette maga mellé. Mivel a vazul név a görög Basileios szóból ered, ezért arra következtethetünk, hogy István urak a testvére bizánci rítusú keresztény lehetett. Mivel Vazul a kizárását nem akarta elfogadni, ezért István megvakítatta, fülébe pedig forró olmot öntött. Vazul kisgyerekeit, Andrást, Bélát és Leventét pedig száműzte Lengyelországba. Nem gondolta volna, hogy Vazulnak a későbbiekben két fia is uralkodni fog Magyarországon. Összességében István egy széthúzó törzsi Magyarországból egy erős, központosított keresztény királyságot teremtett. Így méltán tartjuk egy nagyon jó uralkodónak.